Díszlet, maszk, kosztüm, baba. Ezt a nevet viseli a kiállítás. Ez az 59. kiállítás, amelyet a Vajdasági Gyermek és Ifjúsági Rajzközpont szervezett a Szíria játékok keretében. Azzal a céllal szervezi, hogy a gyerekeknek a színház világát közelebbivé tegye, illetve hogy a színház valamiképpen a gyerekek életének részévé váljon. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy maszkokat készítettünk velük, jelmezeket, díszleteket, és így a gyerekek már, amikor színházba mennek, felismerik ezeket a színházi kellékeket, részleteket. Az Oktatási Minisztérium is támogatja ezt a kiállítást, nyilatkozta az oktatási államtitkár. Az a tény, hogy a Vajdasági Gyermek és Ifjúsági Rajzközpont már a 80-as évek közepétől kezdve a Szíria játékok keretében rendezi meg ezt a kiállítást, az bizonyítja, hogy egy nagyon-nagyon minőséges és egy nagyon komoly kiállításról van szó. Összesen 60 óvoda, általános és középiskola küldött be pályamunkákat, amelyeket szakmai zsűri értékelt. A 160 kiállított képzőművészeti alkotásból 13 egyéni és 3 csoportos munkát díjaztak. Mit rajzoltál erre a kiállítást? Egy maszkot, meg egy olyan világokat csináltunk, és akkor kiszíneztük őket. Egy jelmezt rajzoltam, és virágot, amit kiszíneztünk. Én csináltam olyan, hogy kosztümet erre a kiállításra. Milyen kosztüm ez? Miért pont ilyen rajzoltál? Hát azért, mert lehetett választani, és én ilyent választottam. Én már egy 8 éve rajzolok, járok rajzórákra, szerintem továbbra is fogok. Igazából én is nagyon szeretek rajzolni, otthon a szabadidőmben is rajzolni szoktam, és hát remélem, hogy tovább is így fogom folytatni. A 63. Szíria játékok június 3-áig tart. A fesztiválon több hazai színház is bemutatkozik, de horvátországi és szlovéniai színdarabot is láthat a közönség.